A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását Magyarul Köztársaság Országgyűlése 2000. június 13-án határozatban rendelte el. Ennek értelmében minden évben megemlékezünk a kommunizmus áldozatainak emléknapján Karcagon is. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték, ahol 8 évet töltött fogságban. Először a Gulágon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibevételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Kovács Béla típus példája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában, az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az 1 milliót, de a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak. Először 2001. február 25-én emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól az országgyűlésben és a településeken, így városunkban is a katolikus templommal szembeni kopjafánál. Karcagon F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsák János, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő emlékezett fűhajtással az áldozatokra, és helyezték el a kopjafánál a város koszorúját.